Sziasztok! Ebben a témában a tárgyak anyagának minőségi és mennyiségi jellemzőiről fogunk beszélni. Az anyagokat a következő szempont szerint csoportosítjuk összetételük szerint. Vannak az egyszerű anyagok, ezek az elemek, az összetett anyagok, ezek a vegyületek és keverékek. Ezekről a következőkben részletesebben fogunk beszélni az egyszerű anyagokat, az elemeket, az elemek periódusos rendszere tartalmazza. Az elemek a körülöttünk lévő anyagokat atomok építik fel, az elemek azonos részecskéből épülnek fel, kémiai reakcióval sem bonthatók alkotó részeire, az elemek azonos protonszámú atomok halmaza. Az elemeket következő szempont szerint csoportosítjuk. Ha ránézünk a periódusos rendszerre, itt különböző színekkel vannak jelölve az elemek. Találhatunk itt egy elválasztó vonalat, ez a, úgy hívjuk, hogy borpolónium vonal. A borpolónium vonaltól erre első részek azok a nem fémes elemek, az erre első részek kivétel a hidrogén a fémes elemek csoportjába tartozik, Fémekre nagyon sok példát tudunk hozni a mindennapjainkból. Megtalálható a fémek között a vas, a réz, a cink, az ezüst, a platina, a higany. A nem fémek között ugye a hidrogén, a szén, nitrogén, oxigén, fluor, tehát a halogének, illetve a nemes gázok csoportja. Félfémekből kettőt kell megemlíteni, ami nagyon fontos, az egyik a szilícium, a másik pedig a germánium. Az elemek halmazállapota, itt fontos megemlíteni, hogy szobahőmérsékleten és légköri nyomáson egyes elemek ugye lehetnek gázhalmazállapotúak, ilyen például a hidrogén, oxigén, nitrogén, tehát az elemi gázok, folyékony halmazállapotúak, itt a higany és a bróm. A higany az a fém, amely szobahőmérsékleten és légköri nyomáson folyékony halmazállapotú. A legtöbb elem azonban szilárd halmazállapotú, ilyen például a szén, az arany, a vas. 88 elem a természetben is megtalálható elemi állapotban. Beszéljünk egy picit a fémekről. A fémek az elemek háromnegyed részét teszik ki. A képen láthatjuk a nátriumot, nagyon jellemző tulajdonsága, hogy puha fém könnyen vágható, a magnéziumot, a higanyt, amiről már beszéltem, hogy folyékony, és a vasat. A nem fémes elemek közül a képen látható a bróm, amit kiemeltünk, hogy szobahőmérsékleten légköri folyékony halmazállapotú, a jód, a kén, illetve a klorgázt tartalmazó kis lombikot, ha figyeljük, ez a klorgáz sárgás zöld színe látható. Most áttérünk az összetett anyagok tárgyalására. Először is a vegyületekkel foglalkozunk. A vegyületek kémiai reakcióval egyszerű anyagokra, elemekre bonthatók, összetételük állandó és az anyagra jellemző. A vegyületekben az alkotó részeik az eredeti tulajdonságaikat elvesztik. Legismertebb vegyületünk a víz, széndiokszid és a kalciumkarbonát. A vegyületek csak kémiai reakcióval bonthatók egyszerű anyagokra. A képen a víz hidrogénre, illetve oxigénre való bontását láthatjátok, a bontás elektromos árammal történik. Az oxigén azonosítása parázsló gyújtópálcával történik, az oxigén ugyanis az égés táplálja és a parázsló gyújtópálcát lángra lobbantja. A hidrogén égésekor víz keletkezik, tehát a víz előállítható elemeiből. Ezt úgy tudjuk bebizonyítani, hogy e fölé a hidrogén láng felé egy hideg főzőlapot vagy egy hideg tárgyat teszünk, és láthatjuk, hogy egy idő után vízcseppek rakódnak ki rajta. A keverékek, hogy az összetett anyagok másik csoportja, a keverékek többféle részecskéből felépülő összetett anyagok, a keverékeket alkotó részek állhatnak elemekből, de állhatnak vegyületekből is. Mondjunk rá egy-egy példát, ilyenek például a szilárd keverékek, ezeknél nagyon fontosak az ércek gázelegyek, ugye a körülöttünk lévő levegő, aminek 21%, tartalma, 21 térfogat tartalma az oxigén, 78% nitrogén és 1% egyéb gázokat tartalmaznak. Itt kell megemlíteni a földgázt is. A folyadékkel legyek, ilyen például a háztartási jelzett a kőolaj és az oldatok, megemlíthetjük a tengervizet, az ásványvizet, illetve a limonádét. A keverékek fontos jellemzői. A keverékek összetevőinek, alkotóinak kémiai tulajdonsága az összekeverés után nem változik meg. A keverékek anyagai fizikai úton szétválaszthatóak az összetevők eltérő tulajdonságai alapján. Az elegyek azokat a keverékeket, amelyek részecskéi szabad szemmel, mikroszkoppal nem láthatóak, elegyeknek nevezzük. A folyadék halmaz állapotú anyagokból álló keverékek, folyadékelegyek, ilyen például az ételecet, így fontos azt megemlíteni, hogy az oldatok is az elegyek csoportjába tartozik. A gázhalmaz állapotú anyagok keverékei a gázelegyek, mint már említettük, a legismertebb gázelegy a levegő, amely nitrogéngáz, az oxigéngáz és egyéb gázok elege. Itt láthatjátok ezen a tortadiagramon a levegőnek a százalékos összetételét. Kémiailag tiszta anyagok. Az egyfajta részecskékből felépülő anyagokat kémiailag tiszta anyagoknak nevezzük. Az elemekben, mint például az aranyban, csak arany részecskék vannak, a magnéziumban csak magnézium részecskék, így a vegyületekben, például a desztillált vízben csak víz részecskék vannak. Az anyagok mennyiségi jellemzése nemzetközi megállapodás szerint mérhető mennyiségű, azaz 6 x 10 a 23 darab atommolekula tömegét adják meg egy molban. Ez az anyag mennyiségjele ugye kisen, mértékegysége mol, jele mol. Egy mol, ugye 6 x a 23 darab részecskét jelent. A vegyjel jelenti a kémiai elemet, az atomot, egy darab atomot, egy mol atomot, ugye ami 6 x 10 a 23 darab atom, és egy mol tömegét grammokban. Köszönöm a figyelmet!